Dabas Diego KC Lajos Mize 35-30. A szomszédos csapatok ütközetéből szerencsésen kerültünk így összesen. Az öt gólos különbség nem tűnik elsőre soknak, viszont végig maga biztosan játszott a csapat és őrizte az előnyét. Igen, én is így gondolom, hogy azért végig a kezünkben tartottuk a mérkőzést. Nagyon ritka az, amikor nyer egy csapat, de az edző mégsem lehet 100%-osan elégedett. 100%-osan soha nem elégedett, de vannak nem komoly hiányérzetek ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban. Sokat készültünk a Lajos Mizsére. Igazából amiket megbeszéltünk, dolgokat, azokat sajnos mind meg tudta csinálni, tehát nem igazán tudtuk kivédekezni. Itt gondolok a Gelleinek a játékára, gondolok a Bújdosónak, az irányítónak a játékára, itt az alsó lövéseivel kapcsolatosan, gondolok a bizonyos szinte lerohanásaira, illetve egész mérkőzésen azt gondolom 60 percen keresztül nem lehetek megelégedve a védekezésünkkel. Tehát úgy kaptunk 30 gólt hazai pályán, hogy körülbelül egy, maximum kettő indítás lerohanás gólt kaptunk. Nem nagyon működött. Nem tudom, mi ennek az oka, tehát itt folyamatosan keresgéltem akár az embereket, akár a formációkat, de támadásban tényleg kiválóan játszottunk, azért a 35 gól az önmagáért beszél, a játékaink rendre jól bejöttek, voltak kifejezetten jó teljesítmények, egyéni teljesítmények, figurák, amik bejöttek, viszont ahogy gólt lőttünk, rögtön kaptunk is, folyamatosan. Nem tudom az okát, az biztos, hogyha így fogunk védekezni békésen, akkor esélyünk sem lesz. Békésen mindenféleképpen javulnunk kell ezen a téren, de a kettő pontnak azért természetesen örülök. Ezért nagyon szerencsés helyzetben van a csapat, hogyha a védekezés nem is megy, két ilyen nagyon jó kapusunk van. Ezúttal Kovács Péter parádézott a kapuban. Igen, amikor a második félidő eleje közepe tájéken ugyanúgy nem működött a védekezésünk jól, lőttük a gólokat, és amikor már tényleg ilyen egy-az-egyes szituációk voltak kapus játékos között, ott nagyon fontos zicsereket beállóból, akár indításból, szélről fogott, egy-két fontos átlövést is, és ezzel tudtunk igazából egy kicsit elhúzni. Ennek köszönhető az, hogy magabiztos volt ez a győzelem, de lehetett volna magabiztosabb is. Boda Tamás ma nagyon gólerősen játszott, és a második félidőben végig pályán volt az új szerzemény Csecsetka Péter. Ő rögtön összerezte az első két gólt a második félidőben, és utána is azért megbízható volt ő, az ő játék a bal szélen. Igen, meg vagyok elégedve mind a két játékosra. Tamással talán itt a védekezéssel kapcsolatban voltak problémái. Támadásban egyre kevesebbet hibázik, egyre jobb döntéseket hoz, és most már mellette a gólerőssége is előtérbe kerül, aminek kifejezetten örülök. Egy jó befejező ember, tudni kell arról, hogy tudni kell viszont azt, hogy itt előtte Himmer Zoltánék, illetve Burik Máté, akár Bodorovics is, mert az első fél időben nagyon szépen megteremtették neki a helyzeteket, amit ő nagyon ügyesen belőtt, és kiváló volt egy-két egy-egyes elleni szituációban is. Csecsik Péternek kifejezetten örülök, ő azért is igazoltuk, ugye, hogy itt a lendületet hozzon indításban, első hullámban a csapatban. Lőtt indítás gólt is, ha jól emlékszem, de teljesen rendben volt az ő játéka is. Nem azt mondom, hogy Kis István rosszul játszott, előző héten is azt gondolom, Kis István kiválóan játszott, most cseréltünk, és Csecsetka Péter természetesen hozta magát. A múlt héten nem láttattuk Eileg Gábort a pályán, érdeklődtem is az állapota felől, szerencsére őt ma így láttuk játszani, viszont ma nem volt a pályán Szobol Zsolt. Jövő héten egy nagyon izgalmas mérkőzés vár ránk a Békésen. Előzetesen mi a várható keret, milyen kerettel tudunk utazni hozzájuk? Szabó Lajosra továbbra sem számíthatunk, tehát ő ebben az évben már nem fog játszani. Úgy tudom, illetve hogy beszélgettem Zsoltal, tehát ezen a mérkőzésre sajnos nem ért haza, de jövő héten úgy tudom, hogy lesz Békés ellen. A mostani információim szerint Eleg Gábor is lesz, tehát úgy aránylag komplettek leszünk itt a sérülteket leszámítva, és hát biztos vagyok benne, egy rangadó lesz, megfelelően fogunk felkészülni most is, és nagyon remélem, hogy a játékosaim el fogják hinni azt, hogy elhozhatjuk onnan a kettő pontot, ezen fog elsősorban múlni. Tavaly sikerült ott egy góllal nyernünk, természetesen mindennek össze kell jönni, tehát ez bravúr győzelem lenne, de képesnek tartom rá ezt a csapatot. Három forduló van még hátra az őszi mérkőzésekből. Most ezzel a győzelemmel 14 ponttal áll a csapat, a Békés egy nagyon nehéz meccsnek érkezik, utána viszont itthon fogadjuk a Gyöngyös második csapatát, és az utolsó fordulóban az eddig pont nélküli Csömörhöz látogatunk.
Igen, ebből a három mérkőzésből, hogyha azt mondom, hozunk kettőt, az elégedettek lehetünk. Ha hozunk hármat, akkor pedig kifejezetten örülhetünk ennek az őszi teljesítménynek is, holott nem biztos, hogy annyira jól indult. Nehéz lesz, tehát egy Gyöngyös ellen is itthon vannak NB1-es fiatal tehetségek, akik ott játék lehetőséget kapnak, de egy Csömör ellen sem mehetünk 100%-osan biztosra idegenben, tehát mind a három ellenfelőknek nagyon alaposan fel kell készülni, nagyon koncentráltan kell felkészülnünk, hozzáállnunk ezekre a mérkőzésekre. Először azért legyünk túl ezen a békés meccsen, nagyon remélem, hogy egy jó meccset fogunk játszani, és pontokat fogunk elhozni. Ahogy az már megszokott, a mérkőzés előtt a junior csapatok is játszottak, mai nap is egy szép győzelmet ünnepelhettek a dabasi fiatalok, és többen is pályára kerülhettek, hiszen nagy arányú volt a különbség, egy pár szóban az ő teljesítményüket is értékel. Örültem ennek a 10-11 gólos győzelemnek, de ott a védekezésről ugyanúgy valahogy, mint a felnőtt csapata nem lehettem elégedett. De Lajos Mizse nagyon ügyes, gyors, mozgékony, beállóssal rendelkező, elmozgásos játékot játszottak ellenünk, aminek az ellenszerét nem igazán találtuk meg. Végig azt gondolom, hogy ugyanígy itt 3-4-5 gólos vezetéssel ment végig az egész mérkőzés, 50. percig, utolsó 10 percben sikerült csak elhúznunk. Nagyon örülök annak, hogy itt meccsről meccsre szépen menetelünk, nagyon előkelő helyen állunk, mind felnőtt csapattal, mind az ifi csapattal. Békésen azért nagyon nehéz lesz mind az ifi mérkőzés is, mind a felnőtt mérkőzés is, tehát Békés azt gondolom, hogy jobb játékerőt fog megképviselni. Televízió. Önökért vagyunk.